Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió Mecénász című kulturális magazinját látják. A Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva gazdag programkínálat várta az elmúlt hétvégén a térségben élőket. Sátoraljaújhelyen három helyszínen számos éjszakai programra várták a múzeumok a látogatókat. Szép Halmon Kazinci és Török Szofi kalauzolta végig az érdeklődőket a látnivalókon. A városban egy eredeti, az újhelyi református egyházközség tulajdonában lévő vizsgai biblia bemutatásához kapcsolódtak az események. A börtönmúzeumban pedig a betyárvilágot idézték meg a fegyház és börtön dolgozói. A három sátoraljaújhelyi közgyűjtemény és a Sárospataki Vármúzeum látogatói akár rabomobillal is utazhattak a három helyszín között. Hagyományosan a Hangász 4-es zenei bemutatójával hívták éjszakai programjaikra a látogatókat a Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársai. Az intézmény felújítása után már második alkalommal csatlakoztak az országos rendezvénysorozathoz. Idén bibliai találkozások címmel hirdették meg programjaikat. Kapcsolódva egy rendkívüli kiállításhoz, amelyben a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség birtokában lévő eredeti vizsgai bibliát tekinthette meg a közönség. Természetesen nem csak ezt a tárlatot, de minden a múzeumban látható időszaki és állandó kiállítást megtekinthették a látogatók. Hagyományosan június 20-a, illetve az ahhoz legközelebb eső szombati nap a múzeumok éjszakája, ami az év legrövidebb éjszakája, és a Szent Iván éjjel, mint egy pogány ünnep vagy kultusz ünnep jegyében lett ez kitalálva annak idején. Tehát ugye ez is utal arra, hogy egy picit könnyedebb, játékosabb vagy egyszerűbb módon mutatkoznak meg ilyenkor a múzeumok. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csak a konzervatív kiállítási kínálatokkal jelentkezzünk, amik a maguk nemében fontosak, de próbáljunk egy picit nyitni a társadalom rétegei felé, és akik egyébként más rétegei felé, akik egyébként más alkalmakkor talán nem jönnek el, de ilyenkor családdal, barátokkal meglátogatnak minket, és így a kiállításainkat is tudjuk persze népszerűsíteni. A vizsgai biblia, mint az első teljes magyar nyelvű fordítás, nem csak a biblia fordítás hosszú folyamatában végés kezdett, mondta előadásában Heltai János, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos kutatója, aki szintén megvizsgálta a Sátoraljaújhelyben látható nagy könyvet. Láttam ennél rosszabb állapotban lévőket, és ez egy viszonylag jó állapotban lévő példány, és nagyon szép eredeti bőrkötés van rajta, de hát vannak a Széchenyiben olyan gyönyörű példányok, épek, tiszták, hogy az elmondhatatlan. Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon szép az eredeti kötése, és relatíve épp példány, tehát egy nagyon értékes, de itt mindegyik példány értékes, szóval szinte a teljességétől függetlenül is értékes. Valóban elkezdődött akkori Magyarországon egy olyan fordulat a vizsgai bibliával, amely már nem állíthatta meg azt, mint ahogy el is mondta, hogy például a további bibliák is megjelenjenek? Azt képzelje el, hogy egy bibliai kódexet, ami a teljes szöveget tartalmazza, legalább 3 év volt elkészíteni. Na most a könyvnyomtatás feltalálásával pedig rögtön 200-300-400 példányt lehetett elkészíteni. Most amikor elkészül a magyar biblia, a vizsgai biblia megjelenik 800 példányban. A Szent Simonár 1608-as kiadása az 1500-ban, ezt megírja a következő kiadás előszava, a 12-es kiadás pedig 2000 példányban, ez 4300 példány. Most hogy indul ez el az a folyamat? Végignéztem a 17. század első felének összes prédikációs kötetét, hogy idézik a Szent Simonár szöveget. Arra az eredményre jutottam, hogy körülbelül 1627-28-ig minden egyes esetben, körülbelül 40 prédikációs kötet jelent meg ebben az időszakban, minden egyes esetben a vizsgai bibliát idézik. Vagy a Károli féle szöveget, vagy a Szenci féle szöveget, a kettő különben alig-alig különbözik egymástól, tehát inkább pontosítások, a Szenci javításai. Most az 30-as években pedig már egyéni fordításban idézik a prédikátorok a Bibliát, ami azt jelenti, hogy egyszerűen az a 4300 példány, ami addig megjelent, elfogyott. És jellemző, hogy,
hogy állítólag Bártván 1607-ben újra kezdték nyomtatni a Bibliát, de félbehagyták, mert tele volt ubikvitárius, azaz evangélikus megvesztegetésekkel. Ez nem biztos, hogy hiteles ez az adat, de minden esetre azt jelenti, hogy valami egyelőre pontosan ismeretlen oknál fogva nagyon ragaszkodott a magyar közönség a vizsgai szöveghez. A tudományos előadás követően Daróka Mihály könnyed bemutatóban jelenítette meg a 16. századi vizsgai könyvnyomtatás körülményeit. Ez a célunk, hogy az emberekkel a miérteket megismertessük. Hogyan, mikor, miért, pont Vizsajba, az egy istáló. Miért ott nyomtatják a Bibliát? És amikor megértik az emberek a történelmi és a technikai hátteret, beleültetik a korba őket, amikor ezt megértik, akkor, amikor átmennek a templomba, akkor pontosan azt fogják érezni, amit mi éreztünk akkor, amikor ennek az egésznek a fonalát fölvettük, hogy milyen fenséges és gyönyörűségesen szép munkát végeznek itt. Megállnak a templomba a páncélüveg előtt, és már nem csak egy könyvet látnak. Szép halmon nyelvünk sokszínűségének bemutatására törekedtek a Magyar Nyelvmúzeumának dolgozói. Nem csak verbális eszközökkel éltek ehhez, Tájak, táncok, emberek címmel bemutatkoztak ezen az estén a sátoraljaújhelyi társas táncosok is. Egy különleges kazinci portréval pedig a környezetvédelem és a jótékonyság is összekapcsolódott a múzeumi éjszakán. Ez egy majd 3 méter magas és 2 méter széles kazinci portré, amely jótékonysági célt szolgál elsősorban, hiszen egy beteg kisfiúnak ajánljuk fel a rajta lévő kupakokat, illetve azt a mennyiséget, ami ezen felül még összegyűlt, hiszen nagyon sokan akartak segíteni. Iskolákat szólítottunk meg, hogy vegyenek részt az akciónkban. Ezt a hatalmas nagy képet megfestettük és 4 részre vágtuk. Ezeket a részeket, ezeket a negyedeket pedig a programhoz kapcsolódó iskolákhoz eljuttattuk. Ők ragasztották fel, a gyerekek, a diákság ragasztotta fel a kupakot. Sajátos fokozások is megfigyelhetők az infantilis nyelvhasználatban. Arc, parti arc, antiparti arc, sőt, igés változatban is arcol, vagyis játsza az agyát. Tetten ért szavak. A Kossuth Rádió közel 4. évszázados műsorának külön kiadását láthatta, hallhatta a széphalmi közönség. Alkotója, szerkesztője Balázs Géza nyelvész professzor szerint a humoros nyelvművelés sok pedagógus eszköze lehet a nyelvtan tanításában. Egy ritka, szép alkalom volt, amikor fölkértek erre a műsorra. Fehérvári Győző szerkesztő kért fel, ma már nyugdíjas. Nem tudom, hogy mi a titka. Ő látott bennem valamit, és én megpróbáltam élni ezzel a lehetőséggel. És talán az a titka, hogy a nyelvről könnyedén kell beszélni, gátlások nélkül, frusztrációk nélkül, és sok humorral. Mert legalábbis ezt tapasztalom, hogy akik hallgatják a műsort, azok azt értékelik, hogy a műsorban derű van, humor van. Nem mindig egyébként, de mondjuk sokszor. És hogyha ez átmegy, akkor én ennek nagyon örülök, mert valahol ez egy küldetés is, hogy egy kicsit a nyelvről, a tudományról derűvel beszéljünk, hogy egy kicsit megkönnyítsük az emberek életét. Na figyelj, mert kezdünk! Egész úton hazafelé! És egész úton hazafelé, azon napon át jöttök, Este a Kávészünet együttes műsorával folytatódott a program. Popovics György és Németh Ferenc néhány éve az egyik tehetségkutató műsorban tűntek fel zenés versfeldolgozásaikkal. Ma már úgy ismeri őket a közönség, hogy rendhagyó irodalomórán népszerűsítik a költészetet. Iskolákba rendhagyó irodalomórákat tartani, és nagyon örülünk annak, hogy a diákok pozitívan fogadják ezeket a megzenésített verseket. Ez is a célunk, hogy visszahozzuk, slágerbe hozzuk a verseket,
verseket, és próbáljuk minél emészhetőbb formában ezt állani nekik. Egy-egy ilyen irodalom órán egyébként nézzünk arra is egy példát, hogy így megzenésítve könnyebb, gyorsabb, egyszerűbb verset tanulni, nem olyan izzadságszagú. És vannak szavalók, van, hogy közösen szavalunk el egy verset, tehát hogy eléggé interaktív az óra, és azt tapasztaljuk, hogy ugyanúgy az órák után személyesen is odajönnek és gratulálnak, mondják, hogy jöjjünk máskor is, nagyon tetszett nekik, de ugyanúgy rengeteg levelet kapunk interneten, és leírják véleményüket. Van olyan, hogy úgymond tapasztalatot is leírnak, hogy így tényleg tapasztalják saját bőrükön, hogy egyik napról a másikra megtanulták így a verset, és ötösre szavaltak, feleltek belőle. Úgyhogy ennek nagyon örülünk mindig az ilyen visszajelzésnek, és az a célunk, hogy ez tényleg trendi legyen. Természetesen idén is felgyulladtak a Szent Ivánéi tüzek, a bátrabbak pedig még a tűzugrással is megpróbálkoztak. Nyelvi sokszínűség jegyében a fény és a színesség, mint a szellemi kincseknek a jelképe, folyamatosan megjelenik az éjszakában, vannak fáklyáink, lesz tűzugrás, lesznek elemlámpák, tehát egy kicsit azt is akarjuk jelképezni itt ebben a szép nagy kertben, hogy fényt lehet gyújtani az éjszakában is. Egyébként ennek a jelenségnek a legjelképesebb alakja maga Kazinczy Ferenc volt, aki itt ezen a kis helyen tudott európai rangú teljesítményt létrehozni. Fény és nagyvilág én nékem szép halom, ő maga írta ezt. A Sátoraljaújhelyi közgyűjtemények nyitott éjszakai programjához idén is csatlakozott a Börtönmúzeum. A korántsem szokványos állandó tárlataik mellett most a betyárvirágot jelenítették meg az intézet dolgozóiból álló hagyományőrző egyesületek tagjai. Az izgalmas múzeumi éjszaka után a sárospataki látogatókat rabomobillal szállították haza. Egy estére az ország több száz múzeuma újra kinyitott, és alapkiállításaikon túl számos egyéb rendezvénnyel is várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján. Így volt ez Sárospatakon is. A szervezők azt mondják, ilyenkor a helyiek is sokkal inkább kíváncsiak egy-egy intézményre, nem beszélve a távolabb érkezőkről, akiknek szintén érdekes élményeket tudnak nyújtani a rendezvényeken. Ezen a zempléni településen összesen 3 helyszínen lehetett ilyen élményben részük a vendégeknek. A Képtár, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár voltak azok az intézmények, amelyek idén is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. A Szent Erzsébet ház udvarán lehetett ijászkodni, betekinteni a pataki lovagok bemutatóiba, de a kert kínálta különlegességekkel is meg lehetett ismerkedni. Adódik a helyből, szelleméből és a gyűjteményünk jellegéből, hogy milyen programokat kínálunk. Tehát ez egy egyházi gyűjtemény. Az egyik indító programunk volt a Szent és a Profán Ostja, ami mindig nagyon érdekes, hiszen kóstolással van egybekötve, és egyúttal a látogatók megtekinthetik, megnézhetik azokat az eszközöket, amivel hajdan készítették a szentmiséhez az ostját, és amivel kimetszették, kivágták, megismerkednek ennek a motivumkincsével, és ennek a profán változatával, a Molnár kalácssal, amihez nagyon sok népszokás kapcsolódik. Ez folyamatosan látható és kóstolható, és a kollégák bemutatják ezt a készítési módot. Tehát az egyik a Szent és a Profán Ostja. A másik programpontunk még a ma este során a kolostorkertek gyógynövénykultúrája, gyógynövények és gyógyfőek Szent Erzsébet kertjéből, hiszen a háznak van egy gyógynövénykertje, ami rejtett, mint ahogy régen a kolostorkertekben és a kolostorok körül is egy belső kert volt, a herbárium, és a gyógynövények gyógyító hatásáról, egyáltalán gyógynövénykultúráról és a sárospataki kolostor, egykori kolostorkertekről és történeti kertekről lesz egy kis előadás, gyógyteja kóstolással egybekapcsolva. Az ízeket akkor lehet érezni, hogy az ízeket, ismerkedni az ízeket, mert aki tényleg a citromos cukros tejához van szó, szóval annak ez nagyon idegen. És annak minden tele egy íz, igen. Úgyhogy azért szoktuk mondani, egy picikét töltünk, csak kóstolják meg, ismerkedjenek az ízzel. A kísérő programja a két témának, az íjászat és a hadjárat,
kerti bemutató, valamint most érik a levendula a kertünkben, és a levendula különböző felhasználási módjaival ismerkedhetnek meg a látogatók, köthetnek levendula csokrot, levendula buzogányt, szekrénybe illatosítót készíthetnek maguknak folyamatosan, este 7 órától fél 11-ig tart a foglalkoztató és a bemutató. Gyanátja, milyen hozadéka van egy-egy ilyen nyitott rendezvénynek? Egyik nagyon fontos számunkra az, hogy olyanok is eljönnek a Szent Erzsébet házba és az udvarunkra, akik egyébként nem jönnek be hozzánk a hétköznapokban. Esetleg a mi témáink, az általunk bemutatott kiállítások önmagukban talán nem vonzóak, de egy ilyen program alkalmából bejönnek az emberek. Ezt a célt szolgálja az intézmény megismertetésé szolgálja a kvízjátékunk. Tavaly is sikeres volt, közel 100 megfejtés érkezett, remélem az idén is ilyen bőségesen lesznek megfejtések. Egy olyan kvízjáték, amit ahhoz, hogy a megoldásokat megtalálják a látogatók, mind a két intézményben el kell látogatni, és meg kell nézni a kiállításokat. Úgyhogy egy picit ezzel is azt hiszem, hogy becsalogatjuk az embereket. Tehát mindenképpen az, hogy olyan emberek jönnek el, és olyan emberek látják a kiállítást és az intézményeinket, akik korábban egyébként nem jönnének el. Jó szomszédokhoz hűen a ház és a képtár idén is közösen szervezte programjait. Tulajdonképpen a tavaly kipróbált, jól bevált programjainkat azért újra megrendezzük, hiszen a közönség nagyon szerette őket. A képtárban tárlatvezetés borkóstolással lesz 2 óránként. Kezdődött a program a Domján pályázat átadásával. Közösen szerveztük, meg éppen zajlik ez a program a régi zene koncertet a Rotundába, illetőleg a középkori ruhák bemutatóját. Egy nagyon hangulatos rendezvény folyik éppen. Ezen kívül pedig állandó programjaink között említeném a gyertyafényes tárlatlátogatást, amit nagyon szeret a közönség, illetve az utolsó pillanatban még két Sárospatak, illetve Sárospatak és Tolcsai illetésségű kézművész barátunk jelentkezett be, hogy nagyon szívesen csinálna egy performance-ot, csak úgy a saját kedvére, a közönség örömére, úgyhogy még ez is vár a közönségre ma este a képtárban. Sok múzeum mondja, főleg a vidéki múzeumok, hogy egy ilyen estén, ha jó programokat szervez az ember, akkor többen látogatják meg az intézményt, mint akár egy hónap alatt is máskor, mert az emberek szeretik ezeket az alkalmakat, amikor valami különleges, valami olyasmi történik, ami nem megszokott és nem mindennapi. Szervusz, talán! Szervusz! A gyerekek átúztak! Hogy kerültetek? Átúztatok? Tényleg? De ügyesek vagytok! Engem átalvitt! Na, most itt van a kastély valahol, meg kell keresnünk a kastélyt, mert ott lakik az én királyfim. Azt mondják, csak várjunk csak, hiszen ez egy vár. Lábjátékkal, kézműves foglalkozással, az összes kiállítás látogathatóságával várta az érdeklődőket a Rákóczi vár. A fő hangsúlyt a vár udvarára helyezték és a Vöröstoronyra. 4-8-kor volt a kapunyítás, és 7:30-kor nyíltak a kiállításaink, és aztán 8 óra tájt pedig megindult a vár udvaron is a programok sorozata. Éppen amikor mi beszélgetünk, a második program záródása várható. A második meseprogram, a Piroska és a Farkas örök mesejátékot láthatták kezdésként a gyerekek és családok, és most pedig az elvarázsolt királyfi éppen a Meseszínház előadásában megy. Ez mutatja, hogy alapvetően a fő vonzás irányunk ebben az évben is és az elmúlt években is a családok felé fordul. Ez bejött, jól sikerült az elmúlt évben is, és most ránézésre azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok család jött be, tehát nagyon sok apuka, anyuka, sok-sok ifjabb és nagyobb palántákkal, tehát tényleg gyerekekkel vannak benne, nagyon sokan csoportok is jöttek, tudtunk bejelentett diákcsoportról, de más csoportok is jöttek, városiak is vannak benne szép számmal, tehát egyszerre megtöltjük a várudvart, kiállításainkat, és ami újra
újdonság. Azért mondom, hogy újra, hiszen 2011-ben már volt egy csillagvizsgálós programunk, amikor távcsövet hoztunk, és lehetett kémlelni az eget. Ez újra megvalósult ma is. Itt a vörös új helyszínen viszont a vörös torony tetején van két távcső, és azzal lehet csodákat felfedezni immár az égbolton. Úgy látjuk, hogy ez is elnyerte a látogatók tetszését, tehát nagyon sokan vannak. Gondoskodtunk ételről, italról, finomságokról is. Ezt itt a belső udvarban oldjuk meg. A várkávézó vendéglátása egyrészt, másrészt van, aki még ebbe is, tehát például kürtös kalácsot is lehet kapni, és vannak olyan programjaink, amelyek pedig különböző helyszíneinken szétszórva, például a köttestészta készítés és a kemencében ezek megsütése a sütőházban van, tehát a vörös torony tövében, úgy szintén a várárokban az íjászkodás, és itt pedig a várudvarban ólomöntés, kreatív asztalnák, sok-sok érdekességgel várjuk kicsiket és nagyokat, tehát mindez azt jelzi, hogy egy igazán színes, érdekes, kicsiknek, nagyoknak, családoknak való sárospataki program született, és azért hangsúlyozom ezt a sárospatakit, mert ilyenkor örömmel mondhatjuk, hogy a városból nagyon sokan kimozdulnak, megtöltik azt a várat, ami mindannyiunké, de ilyenkor a sárospataki, aki, de sokan eljönnek Zeppelinből is, hiszen a Rabomobil által, a négy múzeum együttműködése által Széphalom, Sárospatak, Sátoralja Újhely összekötődik, úgyhogy onnan is Sátoralja Újhelyről is sokan átjönnek, és reméljük, hogy így lesz ez még a későbbi programokban. A távcsöveknél nagy volt a sorban állás, hogy egy pillantást vethessenek az emberek a Szaturnuszra vagy a Holdra. A három múzeum mindegyikében azt mondták, mindenképpen nyitva lesznek a 2016-os Múzeumok Éjszakája rendezvényen is. Györkösmányi Albert képeiből nyílt emlékkiállítás Sárospatakon az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállító termében. A művelődés háza, a Sárospataki Képtár és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ezzel a közösen szervezett eseménnyel nem csak egy rendkívüli tárlattal gazdagította a nyári programok sorát, hanem egyben ezzel ünnepelték az MKE fennállásának 130. évfordulóját is. Györkösmányi Albert Orda Szent Lászlón született 1922-ben. A zenetanár, festőművész 28 csoportkiállításon vett részt munkássága során, de 18 egyéni tárlat segítségével is megismerhették az érdeklődők gondolatvilágát. Képeit most Sárospatakon is megtekinthetik az érdeklődők annak a kiállításnak a keretében, amelyet az ő hagyatékából állítottak össze. Ez az emlékház úgy alakult ki, hogy Györkösmányi Albert zenetanár, egészen pontosan klarinét tanár és később festőművész. Hát halála előtt, ami sajnos hát elég tragikus körülmények között történt, végrendelet során a M-kéretet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülete hagyatékozta a műterem lakását, illetve minden benne található tárgyal, 195 képpel, festménnyel. Halála után az MKE természetesen, hogy arra törekedett, hogy a végrendeletben írottaknak eleget tegyen, és egyrészt beindította az emlékházat, másrészt pedig arra gondolt, hogy lévén, hogy amint elnök úr is elmondta, tehát az egyik kitét az volt a végrendeletben, hogy a munkásságát, a képeit minél szélesebb körben ismertesse meg az MKE. Arra gondolt, és nagyon helyesen szerintem, én akkor még nem voltam, nem az MKE keretében dolgoztam, de így utólag megállapítom, hogy nagyon helyesen tette, mivel egy nagyon jó kis közművelődési központtá vált,
ahova nagyon sok ember, fiataltól nyugdíjasig, szépkorúig, nagyon sok ember eljár, és így találkoznak a hagyatékkal, találkoznak a képekkel, találkoznak azzal a hangulattal, amely ott fogadja őket az emlékházban, festett bútorok maradtak utána. Szóval egy nagyon-nagyon jó hangulatú ház, és valóban szívesen járnak, szeretettel járnak oda az emberek. Nos, hát ez 1994-ben történt, mármint akkor alakult az emlékház, hát azóta elég sok év eltelt. Az Aniszi Kálmán is írja, tehát az írásában olvasható, hogy és nem csak ő, hanem Györkös Mányinak nagyon sok régi barátja beszámolt arról, hogy nagyon nagy örömmel hívta, fogadta barátait, az embereket, az érdeklődőket a műterem lakásában, és hogy tulajdonképpen az mondják azok, akik ismerték, felnőtt fejjel, én is ismertem, de még diák voltam akkor, hogy biztos, hogy nagyon örülne annak, hogy ennyi ember megfordul az ő házában, és ennyien láthatják az ő hagyatékát. Györkös Mányi Albert képeinek élményanyagát kalotaszekperemi szülőfaluja és általában az erdélyi falu rendtartó világából, gyermekkora élményeiből merítette. Festményeit a perspektíva törvényeivel nem számoló naív elrajzolások, ugyanakkor az erőteljes, kifejező színvilág és egyszerűsítés jellemzi. Írja róla Murádi Jenő, művészettörténész. Az emlékház az egy jóval kisebb beltérrel rendelkezik, mint az a kiállító teremét. Ennyi Györkös Mányi képet egymás mellett kiállítva még nem láttam. Nagyon-nagyon tetszik, hogy hogy állították össze Bordás Istvánék ezt a kiállítást. És én úgy ítélem meg, hogy a kezdetektől az, mondjam azt, hogy haláláig, tehát mindegyik korszakából látható itt kép, 45 kép van kiállítva, a közel 200 képből, amit mi őrzünk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó keresztmetszetet ad a munkásságáról, a művészetéről. Megállapítják, főleg a szakemberek állapítják meg, én nem képzőművészeti szakember vagyok, hanem művelődés és közösségszervező, zenész végzettség, zenei végzettséggel, de megállapítják valóban azt, hogy kevés színt használt, főleg egy képnek a keretében, tehát nem sok színnel dolgozik, és nagyon érdekesek, nagyon izgalmasak a fehérjei. Azok a fehérek, amelyek soha nem tiszta fehérek, hanem mindig egy olyan picit kékesbe ütő, ilyen légiességet árasztó szín. Mondjuk, hogy a tájképeknél, tájképeket tekintve, vagy nem is tudom, minek nevezhetném hangulatképeknek, minek nevezzem, gyakran a Torda Szent László, ő Torda Szent Lászlón született, ez Kolozsvártól 25 kilométerre található község, és az ottani falusi részleteket, hangulatokat, mondhatni hangulatokat, amikor a teheneket terelik este hazafele, vagy esti itatás, ilyen képe, ilyen című képe is van, vagy az asszonyok állnak a templom kapuban, stb. De ezen kívül Kolozsvárt is nagyon sokat festette. Kolozsvári épületeket, műemléképületeket, utcarészleteket. Ő lévén, hogy zenész volt, tehát zenei végzettségű ember volt, és nagyon sok képén feltűnik az orgona például. Emlékszem, hogy valahol leírja, hogy egyszer a Farkas utcai templom körül járt, és meghallotta az orgonát. És akkor nem ment be a templomba, hanem leült a járda szélére, és onnan hallgatta az orgonamuzsikát. Nos, ez is megjelenik egy képén, le van festve a templom, és fölötte az égen, úgymond, az égbe belekomponálva az orgonasípok. Nagyon érdekes. Tehát ez több helyen megjelenik a kórus, templomi kórus, vagy akár a Torda Szentlászlói férfi kar, amelyik nagyon sok éve működik, és mai napig is
kórus találkozókat szerveznek a faluban. Tehát ilyesmi. Portékat is festett, virágcsendilleteket is festett, itt is látható egy néhány. A szervezők az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület fennállásának 130. évfordulóját is ünnepelték ezzel a kiállítással, amely egyben a jubileumi kétnapos eseménysorozat egyik fő programja volt. Nagyon nagy szerepe van Száros Pataknak, lévén az, hogy az MK-nek tulajdonképpen két külföldi képviselete van, az egyik ez a Száros Pataki, az Észak-Magyarországi MK képviselet. Nem sok civil szervezet büszkélkedhet azzal, hogy képviselete van egy másik országban, még ha ott Kárpát-medencén belül is van. Mikor ugyanúgy érezzük, hogy egy nemzeté tartodunk, tehát nincs az országhatárt valahogy úgy kell tekinteni, mintha nem létezne, de sajnos mégis létezik a valóságban, és ezért nagyon fontos, hogy ezek a kapcsolatok működjenek. A létrehozói, akikről szó volt ma, hogy Dáni Tibor Kálmán, Bordás István, ugyanakkor csatlakozni Komáromi Katalin, nagyon jól kezdik el működtetni. Én úgy értem, hogy egy ilyen kapcsolatot nem szabad abba hagyni, nem szabad elvetni hagyni. Nagyon fontos, hogy a továbbiakban is működjön, és megtalálni azokat a pontokat, amelyeken keresztül működtethető. Nem könnyű, mint a mai világban semmit sem könnyű működtetni. Én mindig azt mondom, hogy könnyű valamit egyszer megcsinálni, egy kiállítást, vagy valamit, vagy még egy házat is idézőjelbe felavatni. Utána a működtetése, ami sokkal nehezebb és sokkal fontosabb, mert az sajnos mindig anyagiak kérdése. De az anyagiak nem olyan fontosak, mint azok a kapcsolatok, amik megvannak, és főleg azok a személyes kapcsolatok, mint ebben az esetben is, akikről szó volt, amin keresztül ez a minden nehézséget legyőzünk, minden akadályt félreteszünk, és lépünk előre. Ezért ez nagyon fontos dolog. Nagyon örülök, és sokszor és sok helyen elmondtam már, hogy hálás vagyok a sorsnak, hogy a Művelődésháza és Könyvtára intézményes keretek között tudott ebbe a magyar-magyar kulturális kapcsolatépítésbe bekapcsolódni. Természetesen ez az érdem azoké, az elődöké, akik már a 90-es évektől folyamatosan részt vettek ennek a kapcsolatépítésnek az alapozásában. Gondolok itt akár civil szervezetekre, akár magánszemélyekre, és nagyon jókor lépett be ebbe a műfáz. Azóta pedig már azokat az újításokat és szakmai innovációkat tudtuk ebbe a határmenti együttműködésbe beletenni, amely részben a mi intézményünket, részben pedig az idén 130 éves MK-t jellemzi. A kiállítás július 30-áig tekinthető meg. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, mecénás kulturális magazinunk egy hét múlva jelentkezik, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Thank you.